Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. Ma szeptember 9-e van, az Ádámok és Garák ünneplik névnapjukat. 470 éve a törökök hadserege megostromolta a Dobó István parancsnoksága alatt álló Egri várat. 1772-ben ezen a napon született Joakim Vujić szerb író. Műsorunk elején lássuk, melyek a nap legfontosabb hírei először címszavakban. Ünnepélyes keretek között adták át a felújított szabadkai magyar tannyelvű tanítóképzőkar épületét. Novák Katalin magyar köztársasági elnököt Belgrádban fogadta Alekszandar Vučić szerb államfő. Várhatóan 10 nap múlva temetik a tegnap elhunyt II. Erzsébetet. A 95-ös benzin az elmúlt héthez képest 3 dinárral lett olcsóbb Szerbiában. Felavatták az első határvadászokat Budapesten. Átadták a szabadkai magyar tannyelvű tanítóképzőkar felújított épületét. Az intézmény kívül és belül is teljesen megújult. A beruházás a magyar kormány támogatásával valósulhatott meg. Az eseményen mások mellett Novák Katalin magyar köztársasági elnök is részt vett. 18 óra után érkezett meg Novák Katalin Szabadkára, a felújított épület átadójára. Szabadka egyik legismertebb épülete teljesen megújult. A magyar tannyelvű tanítóképző kar felújított tantermekkel, könyvtárral, közösségi térrel és amfiteátrummal várja a hallgatókat az idei tanévtől. Ivánovics Josip, az MTTK dékánja köszönetet mondott a magyarországi támogatásért. Alapoktól tetőig föl lett újítva teljesen, óriási eszközökkel, amelyet a magyar kormány biztosított. És nem csak, hogy fölépítette, fölújította ezt az épületet, hanem megtöltötte is bútorzattal, korszerű felszereléssel, tanszerekkel, amelyek mind szavatolják azt, hogy egy modern, magas szintű képzést és oktatást tudunk itt végezni. A szabadkai magyar tannyelvi tanítóképző karon okleveles kommunikátor, okleveles óvópedagógus és okleveles tanító, illetve nevelőszakon is tanulhatnak az egyetemisták magyar nyelven. Az intézmény jelentősége megkérdőjelezhetetlen, hangzott el az eseményen. Ez egy 16 éves építkezési folyamat volt, aminek ma elértünk a végére. Azt valljuk, hölgyeim és uraim, hogy az egyik célja a vajdasági magyar közéletnek, a határon túli magyar közéletnek az az identitás megőrzése. Nem lehet identitást megőrizni, hogyha nincsenek intézményeink. És az intézmények létrejötte, az egy kinkeserves, hosszú folyamat, és az intézményt nem elég létrehozni, az intézményt talpon kell tartani. És ez nem mindig pénzkérdése, hanem akaratkérdése, együttműködés kérdése, kompetencia kérdése és lendületben tartási képesség és készség kérdése. A felújítás költségeit a magyar kormány több mint 1 milliárd forinttal támogatta. Úgy érzem, hogy az az egyik legnagyobb újdonság az elmúlt 10 év kapcsolatrendszerében Magyarország és Szerbia között, hogy mi valóban minden alkalommal meg akarjuk érteni egymást, még akkor is, hogyha elsőre ez néha egy-egy helyzetben nem olyan egyszerű. És ha ott van ez a szándék, ha ott van egymás megértésének a szándéka, akkor sokkal könnyebb megtalálni a közös megoldásokat. Az ünnepélyes átadót követően a magyar államfő és a vendégek körbejárták az MTTK felújított épületét. Az eseményen mások mellett jelen volt még Nikola Selaković szerb külügyminiszter, Hajnal Jenő a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, és Potápi Árpád János Magyarország nemzetpolitikáért felelős államtitkára is. A magyar köztársasági elnök egyébként Szabadkán fejezte egynapos szerbiai látogatását. A szabadkai magyar tannyelvű tanítóképzőkar felújított épületének ünnepélyes átadását élőben közvetítettük. Holnap délelőtt 9 óra 30 perctől ismét műsorra tűzzük az átadót. Energetikai, gazdasági, diplomáciai és családpolitikai kérdésekről tárgyalt Novák Katalin magyar köztársasági elnök Belgrádban szerb hivatali kollégájával, Alekszandar Vučićjal. A közös sajtótájékoztatón a két politikus arról is beszélt, Magyarország támogatja Szerbia európai integrációját, az ukrajnai háborúnak pedig mindkét ország a végét várja.
Katonai tiszteletadás mellett fogadta Novák Katalint, Magyarország köztársasági elnökét, Alekszandr Vučić szerb elnök Belgrádban. A magyar és a szerb himnusz felcsendülését és az ünnepélyes fogadást követően a két politikus négy szemközti megbeszélést tartott, majd az országok küldöttségei is tárgyaltak. A megbeszélések témái között a két ország jó kapcsolatának a megőrzése, az ukrajnai háború, az energiaválság és a koszovói helyzet is szerepelt. A közös sajtótájékoztatón a szerb államfő kiemelte, Magyarország mindig Szerbia mellett állt, amiért Novák Katalinnak, Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek és Pásztor Istvánnak, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökének is köszönetet mondott. Na svim sastancima, tamo postoje ti IGC-evi, evropski saveti, sva moguća čuda, na svim sastancima važnim, nevažnim, jedina zemlja koja je apsolutno uvek u Srbiju je Mađarska. I hoću da to znaju ljudi u Srbiji, jer to je fair prema našim mađarskim prijateljima. Važno je da ljudi u Srbiji to čuju. Dakle, jedino sa kim nikada nema dileme da će podržati Srbiju i njen napredak i govoriti na korektan način, to je uvek Mađarska. Ehhez kapcsolódóan Novák Katalin magyar köztársasági elnök kijelentette, nem csak Szerbiának van szüksége az Európai Unióra, hanem az EU-nak is Szerbiára, a nyugat-balkáni ország tagsága ugyanis hozzájárulna Európa biztonságához. Hozzátette, Szerbia és Magyarország jó kapcsolata a következő nehéz időszakban is eredményes lesz. Nehéz időszak következik, és úgy látjuk, hogy ez a háború nem fog egy hamar véget érni. Be kell rendezkednünk arra, fel kell készülnünk arra, hogy akár egy hosszú elhúzódó háborúval számolhatunk. Mi éppen ezért is vagyunk a béke mellett, és ezért hívjuk fel a figyelmet arra, hogy ennek a háborúnak minél előbb véget kell érnie, és minél előbb meg kellene találni az utat a béke folyamathoz, a béketárgyalásokhoz és a mielőbbi béke megállapodáshoz. A két politikus a családpolitikáról is tárgyal. Alekszandr Vučić kiemelte, hogy Belgrád több intézkedést is ellesett Magyarországtól, illetve Novák Katalin javaslatait is meghallgatta a család és szociális politikát illetően. Novák Katalin pedig bejelentette, hogy létrehozza a családbarát elnökök hálózatát, és elsőként a szerb elnököt kérte fel, hogy csatlakozzon ehhez a kezdeményezéshez. A szerb és a magyar államfő sajtótájékoztatóját híradónk után láthatják. A magyar-szerb kapcsolatok történelmi csúcson vannak, és Szerbia elkötelezett amellett, hogy még ennél is jobbá váljanak. Jelentette ki Ana Brnabić szerb miniszterelnök a Novák Katalin magyar köztársasági elnökkel folytatott belgrádi találkozó során. Novák Katalin ehhez kapcsolódóan közölte, nagyon fontos, hogy mindkét fél elkötelezett maradjon ez iránt, mert a jelen jó kapcsolatai a két ország kiváló együttműködésének és a vezetők évtizedes befektetett munkájának eredményei. Ana Brnabić köszönetet mondott azért a támogatásért és segítségért, amelyet Magyarország ad Szerbia-európai integrációs útja során. Erre reagálva a magyar államfő közölte, hogy Európai Uniónak ugyanakkora szüksége van Szerbiára, mint Szerbiának az uniós csatlakozásra, és ezt az álláspontot Budapest EU-s partnereivel is közölte. Novák Katalin szerint az, ahogyan a szerb állam a magyar nemzeti közösséget kezeli, példaértékű lehet más európai országok számára, és ezért a viszonyért köszönetet mondott a szerb miniszterelnöknek. Novák Katalin magyar köztársasági elnök Vladimir Orlić szerb házelnökkel is találkozott szerbiai látogatása során. Orlić a tárgyalás kapcsán úgy nyilatkozott, büszke arra, hogy Szerbia és Magyarország között baráti a kapcsolat, és minden területen nagyszerű az együttműködés. A szerb házelnök egyebek mellett kiemelte a közös infrastruktúrális fejlesztéseket, mint amilyenek a vasutak korszerűsítése és az energiabiztonságot is. Novák Katalin elégedettségét fejezte ki amiatt, hogy a két ország ilyen szoros kapcsolatban áll egymással. A magyar államfő annak fontosságára is kitért, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség is részét képezi a szerbiai hatalmi többségnek. A felek egyetértettek abban is, hogy Szerbiának mi hamarabb csatlakoznia kell az Európai Unióhoz.
Novák Katalin a Belgrád Övizen projektet is megtekintette. A belgrádi torony 41. emeletére a magyar köztársasági elnök Alekszandar Vučić szerb államfővel és Siniša Mali szerb pénzügyminiszterrel ment fel. Az eseményről Mali több videót is megosztott Instagram profilján. Nem fogjuk elismerni Koszovó függetlenségét, olvasható Alekszandar Vučić Instagram profilján. A szerb államfő Németország és Franciaország kül- és biztonságpolitikai tanácsadóival és Miroslav Lajcsákkal az Európai Unió Belgrád és Pristina közötti párbeszédért felelős külön megbízottjával tárgyalt a koszovói helyzetről. A találkozón elhangzott Szerbia a megfelelő keretek között készen áll a kompromisszumos megoldásra. A vendégek előzőleg Pristinába látogattak, ahol Albin Kurtival is megbeszélést folytattak. A koszovói kormányfő szerint a kölcsönös elismerés kell, hogy legyen a célja a Belgrád és Pristina közötti további párbeszédnek. Az egyeztetések fő célja az volt, hogy feltérképezzék a Szerbia és Koszovó közötti párbeszéd folytatásának lehetőségeit. Elhunyt II. Erzsébet királynő, az Egyesült Királyság uralkodója. Helyi idő szerint csütörtök este 6:30 jelentette a Buckingham Palota, hogy 96 éves korában békésen elhunyt II. Erzsébet királynő Balmori rezidenciáján. Az Egyesült Királyság uralkodója 70 éven át ült a trónon. Második Erzsébet 1926. április 21-én született Londonban. Akkor még nem sejtették, hogy trónra kerül, hiszen a korona várományosa nagybátyja volt, aki 1936-ban lemondott a trónról, hogy elvegye amerikai szerelmét, egy többszörösen elvált asszonyt. Ekkor szállt Erzsébet apjára a korona. Erzsébet első nyilvános szereplése 1943-ban volt, amikor meglátogatta az egyik gránátos gárda ezredet. 1944-től aztán rendszeresen elkísérte a királyt és a királynét belföldi útjaikra. Röviddel 18. születésnapja után a parlament kinevezte állami tanácsosnak, így apja távollétében elláthatta az államfői feladatokat. Az uralkodó 1947. november 20-án házasodott meg, férje Fülöp edinburghi herceg lett. Összesen 4 gyermekük született, Károly walesi herceg, Anna brit királyi hercegnő, András yorki herceg és Eduard wessexi gróf. Második Erzsébet ügyelt arra, hogy egyik ország belügyeibe se folyjon bele, ettől függetlenül politikai súlya óriási volt. 25 éves korában 1952-es koronázását 20 millió ember követte figyelemmel. 73 éven keresztül volt Fülöp edinburghi herceg felesége, egészen a herceg 2021-es haláláig. Második Erzsébet uralma alatt 15 miniszterelnököt iktatott be. A korona az öröklési sorrendben 1948-ban született fiára, Károlyra szállt. Történészek a brit monarchia ezeréves története legjelentősebb uralkodójának tartják II. Erzsébetet, aki megbecsülésnek örvendett otthon és nemzetközi szinten is. Kötelességtudat, méltóság, tisztesség, így jellemzik II. Erzsébet királynőt. Ő volt a 40. angol-brit uralkodó azóta, hogy Hódító Vilmost 1066 karácsonyán a londoni Westminster apátságban Anglia királyává koronázták, de egyik elődjének sem adatott meg ilyen hosszú élet és ennyi idő a trónon. Harmadik Károly néven lépett az Egyesült Királyság trónjára az elhunyt II. Erzsébet királynő legidősebb fia, közölte tegnap este a Clarence House, az eddigi trónök örökös londoni hivatala. Nemzeti gyász kezdődött az Egyesült Királyságban. Az országos gyász a királynő 10 napon belül várható temetéséig tart. II. Erzsébet halálát követően számos apróságnak tűnő változás is érkezhet a birodalomba, miután az uralkodó különböző szimbólumai sokfelé megtalálhatók. Több napos nemzeti gyász kezdődött az Egyesült Királyságban az elhunyt néhai uralkodó II. Erzsébet királynő emlékére. Harmadik Károly király külön gyászidőszakot hirdetett a királyi család számára, amely péntektől a királynő temetését követő 7. nap végéig tart, és a királyi család tagjaira, a rezidenciák személyzetére, valamint a brit hadsereg ceremoniális feladatokkal is megbízott tagjaira vonatkozik. Az elkövetkező napokban a királyi ház minden alkalmazottja fekete karszalagot visel majd a bal karján.
A tervek szerint a második gyásznapon a királynő koporsóját Londonba szállítják, majd a Buckingham palotába. Mindeközben Károly körútra indul királyként Nagy-Britanniában. Elsőként a parlamentben tesz látogatást, majd Edinburghba utazik, ahogy gyászszertartással tisztelegnek az elhunyt királynő előtt a St. Giles székesegyházban. Első uralkodói szavai pedig a Szent Jakab palotában hangzanak el. A gyász 5. napján az elhunyt királynőt átszállítják a Westminsteri apátságba, ahol elsőként a család, majd 3 napon keresztül a nap 23 órájában mindenki más is leróhatja tiszteletét a néhai uralkodó előtt. Ez idő alatt folytatódik Károly király körútja, meglátogatja a Walesi parlamentet, majd részt vesz a Cardiffi Llandaff székesegyházban tartandó megemlékezésen. A II. Erzsébet halálát követő 10. nap a nemzeti gyásznapja és a temetés napja is lesz a királyságban. Az állami temetést a ravatalozás helyszínén a Westminsteri apátságban tartják, a szertartást a Canterbury érsek celebrálja. Második Erzsébetet férje Fülöp herceg mellett helyezik örök nyugalomra a windsori Szent György kápolnában. A 73 éves Károly koronázására néhány hónappal a királynő temetése után kerülhet sor, de ennek a szakasznak az időtartamát még nem döntötték el. Mostantól a Walesi herceg címe Erzsébet unokájára, Vilmosra száll, megjelölve őt, mint a következő uralkodót. Harry herceg és Meghan hercegné gyerekei pedig hercegi rangot kaptak. Károly király trónra lépése a jövőben egy csomó országban okoz majd adminisztrációs változásokat, törvények, sőt akár az alkotmány újraszövegezését is. A jövőben a király arcával fémjelzett bankókat és érméket fognak gyártani. Megváltozik továbbá a brit útlevelek leírása, valamint a brit himnusz a God Save the Queen-ről, a korábbi hivatalos God Save the King-re, azaz Isten óvja a királyt megszólításra tér majd vissza. A királyné az anyám inspiráció és példakép volt számomra és az egész családom számára, mondta népéhez intézett első beszédében III. Károly király. A királynő motivált és mindig a legjobbat látta az emberekben, sokat áldozott szolgálata során, elkötelezettségét és odaadását soha nem lehet felülmúlni, mondta brit uralkodó. Este 19 órától istentiszteletet tartanak a londoni Szent Pál székesegyházban a néhai Erzsébet királyné emlékére, mintegy 2000 ember részvételével. Köztük van Liz Truss, miniszterelnök és a kormány többi tagja is. Várhatóan 10 nap múlva temetik II. Erzsébetet, míg éjjel is több ezer ember gyülekezett és rótta le tiszteletét a brit királynő hivatala előtt. Az uralkodótól a politikusok is búcsúznak. II. Erzsébet halálhíre szinte mindenkit megrendített. Az éjjeli eső ellenére is sokan gyűltek össze a Buckingham palota előtt. A tömeg csak hajnalban kezdett el feloszlani. Mécsesekkel és virágokkal rúgták le kegyeletüket a palota kerítése előtt. Néhányan a brit himnusz Erzsébet királynőhöz szóló változatát énekelték. Liz Truss, az Egyesült Királyság miniszterelnöke megerősítette, hogy Károly herceg felveszi a 3. Károly királyi címet. Truss szerint a királynő halála hatalmas sokk a nemzet és a világ számára. A brit miniszterelnök szerint ő volt az a szikla, amelyre a modern Nagy-Britannia épült, és az ország az ő uralkodása alatt virágzott. De nem csak a britek fejezték ki részvétüket, Novák Katalin magyar államfő közösségi oldalán búcsúzott a brit királynőtől. Úgy fogalmazott, a nőtől, az édesanyjától, a királynőtől, az európai államfőtől búcsúzunk. Mély megrendeléssel értesültem II. Erzsébet királynő haláláról, egyúttal őszinte részvétemet fejezem ki a királyi család tagjainak. Szomorú szívvel és tisztelettel búcsúzunk a 20. századi brit és európai történelem egyik legmeghatározóbb alakjától. Mi magyarok sokat tanultunk II. Erzsébettől a nemzetért és a családért való kiállásban. Emlékét szívünkben megőrizzük. Orbán Viktor magyar miniszterelnök is részvétét fejezte ki hivatalos közösségi oldalán. Belgrádban a brit nagykövetség épülete előtt is gyűlnek az emlékezés virágai. A szerb államfő részvéttáviratot írt II. Erzsébet halála kapcsán. Alexander Vučić szerint ő felsége önzetlen szolgálatával meghatározó volt az Egyesült Királyság és a világ modernkori történelmében. Példát mutatott, hogyan kell ellátni a feladatokat a legnehezebb időkben is. Vlagyimir Putyin is megszólalt II. Erzsébet halálával kapcsolatban. Az orosz elnök jóvátehetetlen veszteségnek nevezte a királynő halálát. Joe Biden amerikai elnök pedig úgy fogalmazott, több volt, mint egy uralkodó, egy korszakot határozott meg.
Őszinte részvétét nyilvánította Xi Jinping, kínai elnök is, aki nagy veszteségnek nevezte a brit nép számára második Erzsébet halálát. Az EU és a NATO képviselői is részvétüket fejezték ki, Brüsszelben fél árpócra engedték az uniós zászlókat. Ursula von der Leyen a világ egyik legtekintélyesebb személyiségeként jellemezte a királynőt. Ferenc pápa a királynő hitét és kötelességtudatát méltatta. Részvétnyilvánító üzenetében azt írta, mélyen elszomorított, hogy ő felsége második Erzsébet halálának híréről értesültem, szívélyes részvétem ő felségének, a királyi család tagjainak, valamint az Egyesült Királyság és a nemzetközösség lakóinak. Megvannak az új üzemanyagárak Szerbiában. Az eurodízel ára még mindig nem változott, tehát továbbra is 217,5 dinárba kerül literenként, míg a 95-ös benzin az elmúlt héthez képest 3 dinárral lett olcsóbb. Ez azt jelenti, hogy mától 177 dinár lesz, áll a kereskedelmi minisztérium közleményében. Ezentúl is péntekenként 15 óra körül jelentik be az elkövetkező hétre vonatkozó üzemanyagárakat. A szerb kormány egyébként szeptember 30-áig meghosszabbította az üzemanyagok árának korlátozását. Tovább csökkent a benzin és a dízel piaci ára Magyarországon. Ma a benzin ára bruttó 7 forinttal lett kevesebb, a dízelért bruttó 15 forinttal kell kevesebbet fizetni. Azok, akikre nem érvényes a hatósági ára, benzinért 649,9 forintot, a gázolajért pedig 773,9 forintot fizethetnek. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó második felében. Egymást váltogatják majd a napos és a záporos időszakok a hétvégén. Ivana Vuleta Spanović, szerb távolugró, a Gyémánt Liga bajnoka. Nem adhatjuk fel azt a célunkat, hogy Magyarország legyen Európa legbiztonságosabb országa, jelentette ki Orbán Viktor a határvadászok eskütételén tartott beszédében. Az első 500 határvadász felavatásán Budapesten a készenléti rendőrség bázisán a magyar miniszterelnök hangsúlyozta, a magyar határvédelem működik és ellenáll a nyomásnak. Kiemelte, a magyar határvadászok mögött ott áll egész Magyarország, és rájuk hárul a feladat, hogy a migrációval szemben megvédjék a magyar embereket. Orbán ismertette, a déli határon évről évre többen próbálnak átjutni. Idén 160 ezer próbálkozást jegyeztek, és várhatóan ez növekedni fog. A magyar kormányfő tiszteletét fejezte ki a határvadászok felé, és kiemelte, biztos abban, hogy jól fogják venni az akadályt. Egy ország bízik bennük, egy ország áll mögöttük. A magyar határvédelmi rendszer működik. Ellenáll az illegális migráció legmagasabbra fölcsapó hullámainak is. Rendőreink és honvédeink, vállalva az átsorolásokat, átszervezéseket és a túlmunkát, becsülettel helytálltak, megvédték Magyarország biztonságát. Az élet azonban úgy hozta, hogy az ő szolgálatukra most máshol van szükség. A belső rend fenntartása megköveteli rendőreink visszavezénylését. A szomszédban dúló háború pedig szükségessé tette, hogy a honvédség harckészültségét és bevethetőségét megnöveljük. Ezért van az országnak most nagy szüksége önökre, ezért hoztuk létre a magyar határvadász ezredet. Magyarország semmilyen módon nem támogatja az ársapka bevezetését, jelentette ki az Európát sújtó energiaválságról szóló értekezlet utáni rendkívüli sajtótájékoztatóján Szijjártó Péter Brüsszelben. A magyar külgazdasági és külügyminiszter szerint az ársapka egy rejtett energiaszankció. A politikus kiemelte, az az elképzelés, amely kizárólag az orosz vezetékes földgázra vezetne be ársapkát, ellentétes az európai és a magyar érdekekkel. Egy ilyen
intézkedés tragédiát okozna az európai energiaellátásban, hiszen az ársapka bevezetése az orosz gázszállítások azonnali megszüntetésével járna, hangsúlyozta Szijjártó. Hozzátette, a magyar kormány mindent megtesz azért, hogy Brüsszelben is megértsék, az energiabiztonság nem ideológiai és politikai kérdés, hanem a fizikai valóság. A mai napon egyébként nem született döntés az ársapka bevezetéséről a brüsszeli energiaminiszteri tanácsülésen. Az illetékesek várhatóan 2 hét múlva tárgyalnak ismét a témáról. Megnyílt Topolyán az Expo mezőgazdasági és gazdasági kiállítás. Több mint 250 termelő vállalkozó mutatkozik be a standokon Vajdaságból és Magyarországról. Szakmai előadások, konferenciák, kerekasztal beszélgetések segítik a gazdákat az agrárium és a vállalkozások témakörében, a fejlődésben, valamint az üzleti kapcsolatok kiépítésében. A látogatókat 3 napon keresztül színes program várja Topolyán a piac téren. A legmodernebb mezőgazdasági technológiákkal is megismerkedhetnek azok, akik kilátogatnak a Topolyai Expóra, például a drónokkal történő permetezéssel. Talán a legnagyobb problémája a mezőgazdaságnak az a megfelelő időpillanatban hatásosan lepermetezni az adott kultúrát. Itt tudunk óriás segítséget nyújtani, akár szolgáltatási jelleggel, mind ahogy eszközök beszerzése mellett is. A kisvállalkozók is teret kaptak az Expón, közös standon mutatkoztak be. Az elmúlt 10 évben a vállalkozók felismerték a lehetőségét a kiállításnak, mivel akkor 6 vállalkozó állította ki a termékeit, illetve a szolgáltatásainak szórólapját, vagy névjegykártyáját. Az idei kiállításon pedig 52 vállalkozónk vesz részt a tagjaink közül. Helyi termékek, házi manufaktúrák, kézművesek, biotermelők mutatják be gazdag kínálatukat. Többek között lekvárokat, sajtokat, borokat és pálinkákat is kóstolhatnak a vendégek. Kiállításnak tulajdonképpen ez is a célja, az egyik célja, hogy a kistermelőket bemutatni, nekik lehetőséget biztosítani. Ezt általában le is pályázzuk, hogy nekik ingyen tudjuk ezt biztosítani, mert tudjuk azt, hogy nekik bármilyen költség, nagy költség. Nem csak Topolya község, hanem a régió is mezőgazdasággal foglalkozik. Az Expo találkozási pont szakmai fejlődési lehetőség, mondta beszédében Kislinder Gábor polgármester helyettes. Továbbra is arra kell bennünket sarkalni, hogy a következőben többet áldozzunk, többet próbáljunk a költségvetés kiválni, és akkor mentő többet támogatjuk ezeket a mezőgazdasági termelőket. Azt gondolom, hogy azt, amit az önkormányzat a költségvetés belül lát a termelők támogatásával. A tartományi mezőgazdasági titkárság pályázatai 2022-ben majdnem 10 milliárd dinárt tettek ki. 2 év kihagyás után a mezőgazdasági kiállítások létrejöttét is támogatják. Közel 2500 bejegyzett gazdaságot támogatnak idén is, mondta Ótot Róbert tartományi mezőgazdasági titkár helyettes. Az idei évben a szárazságnak a hatásait próbálja a titkárság valamilyen módon enyhíteni, és úgy, mint előző években és az idei évben is az öntözőrendszerek támogatása az, ami a leghangsúlyosabb a mezőgazdasági titkárság támogatásai vonalain, de ugyanúgy ez mellett a kapcsolható eszközök támogatása, a fiatal gazdák támogatása, a gyümölcsészetben, szőlészetben dolgozók vagy állattenyésztésben dolgozók támogatása is hangsúlyos szerepet kapott. A Topolyai Expo programját a hétvégén kerekasztal beszélgetések, konferenciák, családi és gyermekfoglalkozások, tombola, termékkóstoló, recept és pálinka verseny, valamint tombola színesíti. Modern agrár- és feldolgozóipari technológiákat mutattak be a CET Közép-Európai Gazdaságfejlesztési Hálózat Non-Profit Kft. Szabadkai Regionális Képviselete és a Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetsége szervezésében a Topolyai Expón. A konferencián energetikai technológiákkal öntözési, vízvisszatartási és drón technológiákkal ismerkedhettek a gazdák. Amióta azért egy komolyabb fejlesztési programon vesztek részt a vajdasági gazdák, értem ez alatt a Prosperitáti Alapítvány tevékenységét, amikor nagyon sok új technológia, új eszköz bekerül
a vállalkozások, a mezőgazdasági vállalkozások, a farmerek életébe, ott egy ugrás történik a világában a gazdáknak. Egyre nyitottabbá válnak, egyre újabb lehetőségeket keresnek, hogy fejlesszék a gazdaságukat, fejlesszék a tudásukat, bővítsék a termelési kapacitásaikat. Ezt mi is nyilván Magyarországról figyeljük. Kínáljuk a gazdáknak ezeket a technológiákat, amiket nálunk már bizonyítottak, és a mai rendezvény is azt mutatja, hogy nyitottak a gazdák, kérdeznek az előadások során, érdeklődnek az új technológiák iránt. Legyen ez akár egy új energetikai megoldás, legyen ez egy igen aktuális öntözési, vízvisszatartási technológia, vagy legyen akár egy drón technológia. Egymást váltogatják majd a napos és a záporos időszakok a hétvégén. Szombaton eleinte több helyen fordulhat elő eső, majd délután egyre nagyobb területen süthet ki a nap. Az élénk erős északnyugati-nyugati szélben legfeljebb 26 fokra van kilátás. Vasárnap folytatódik a változékony időjárás, azonban egyre több napsütés várható. Az élénk erős északnyugati szélben 21 és 26 fok közé melegedhet a levegő. Hétfőn már sok napsütés lesz, azonban a szél csak kedden csitul. Ivana Voleta Španović a Gyémánt Liga bajnoka. A szerbiai távolugró a világ legrangosabb mezőnyében 6,97 méteres ugrással nyerte el a trófeát. Csütörtökön Svájcban rendezték meg a rangos verseny döntőjét. Voleta az első sorozatban mutatott eredményével tudott nyerni. Riválisai számára a 6,97-es táv elérhetetlen feladatnak bizonyult, így az olimpiai és világbajnok Malaika Mihambo számára is, aki végül 6,52-es ugrással a negyedik helyen végzett. Eddig tartott a híradó. Érkezzenek még egyszer a nap kiemelt hírei egy-egy mondatban. Ünnepélyes keretek között adták át a felújított szabadkai magyar tannyelvű tanítóképzőkar épületét. Novák Katalin magyar köztársasági elnököt Belgrádban fogadta Alekszandr Vučić szerb államfő. Várhatóan 10 nap múlva temetik a tegnap elhunyt II. Erzsébetet. A 95-ös benzin az elmúlt héthez képest 3 dinárral lett olcsóbb Szerbiában. Felavatták az első határvadászokat Budapesten. Köszönjük, hogy követték műsorunkat. Ha tehetik, nézzék a folytatásban is a Pannon Televízió műsorát. Rögtön kezdődik Alekszandr Vučić és Novák Katalin délelőtti sajtótájékoztatója felvételről. Tartsanak velünk, minden jót, a viszontlátásra!